Krisztusban, kedvesül testvérek! Nem is nagyon kellene most prédikálnom, hiszen Benyus család a Szent Mise előtti koncertjével szinte prédikált. És ez úgy gondolom, hogy valóban így van, hiszen szívükből, lelkükből jött a muzsika. Egy nagy kerek imádságá, hálaadássá nem esedett. A maguk művészi teljesítményükkel igenis prédikálnak, tanúságot tesznek Krisztusról, a Teremtőről, a Megváltóról, arról a lélekről, aki bennünk, a szívünkben dolgozik, és mindig tud megújítani bennünket Krisztus képmására. Ezen a mai ünnepen el kell gondolkodnunk arról, amit Szent István személye és az ő tevékenysége jelent számunkra, most élők számára is. Mit jelent ez? Tetszenek tudni, amikor vannak ilyen kis riportok, vagy interjúk inkább, amikor megkérdezik az utca emberét egy-egy ünneppel kapcsolatban, hogy hát mit ünneplünk. És itt is megkérdezték augusztus 20-ára vonatkozóan, hát voltak köztük fiatalok, idősek egyaránt, bizony elég síralmas a válaszokból ítélve a helyzet. Sokan nincsenek tisztában nemzeti ünnepeinkkel. És akkor jöttek ilyen válaszok, hogy hát valami tűzijáték szokott lenni 20-án, vagy hát egy másik, ugye, hát kenyeret szoktunk. Ugye megáldja a pap, meg felkockázzák, és akkor azt tesszük. Vagy hát megyünk ide-oda, buli van, jókat kirándulunk, és talán legkevésbé érezzük át azt, hogy igen, ez a Szent Istvánról szól ez a mai nap. Emlékeznünk kell arra, hogy első királyunk irányításával megszületett a szuverén magyar állam. Ezért őt mindenek előtt, mint egy nagy, karizmatikus államszervező férfira, államférfiúra tekintünk. Kedves testvérek, mint minden uralkodónak első, legfontosabb feladata az, hogy megszervezze népének és országának a védelmét. Szent István a védelem központi elemeinek a várakat választotta. És a várakban elhelyezett katonaság ellátását biztosító vármegyének nevezett területeket tette meg a közigazgatás alapjává. A vármegyék élére pedig ispánokat állítatott. Szent István életében közel 50 vármegyét szervezett meg. Nagyon sok tekintetben elsőként hozott olyan dolgokat, amelyek valóban hát példaértékűek is, későbbiekben is igen jelentőseknek bizonyultak. Például elsőként veretett pénzt Magyarországon, azt az igen jó minőségű, messzeföldön elismert ezüst dénárokat hozta forgalomba. De nem felejtkezett meg az anyagiak mellett, hogy gazdaságilag is ugye erősödjünk, amellett a lelkeknek az erősítéséről, a szellem, a léleke megerősítéséről, amikor szerzeteseket telepített le. És ne felejtsük el, hogy ezek a jó szerzetesek, akik jöttek Németországból, bencések, ezek abban az időben tanítók is voltak egyben. Ezért iskolákat hozott létre első szent királyunk. És ott volt a Pannonhalma, ugye, mint fő központ, az első iskola. És emellett az a sok apátság, monostor, amelyekben a szerzetesek, hát nem csak hogy hittérítő munkát végeztek, de ugyanakkor meghonosították a korszerű földművelést, kertgazdálkodást, az ő iskolái, könyvtárai, könyvmásoló műhelyeik által
erősödött, gyarapodott a magyar nép műveltsége. Nagyon nagy dolog ez. Csekkor honosodik meg a latin nyelv is, a latin nyelvű írásbeliség és az írott törvénykezés is. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy Szent István, mint államszervező, egy olyan családban éli életét, amely szent. Feleségével, a Bajor Gizellával és hát gyermekükkel, Imrével az első szent családot alkotják. Bele gondoltam abba most így hallgatva a Venyus család zenéjét, hogy hát ők is szinte egy szent család, ugye, mondhatni, a kedves jó szülőkkel, gyerekek, unokák, már dédunokák is, mert szent, ugye, magasságra, szakrális magasságra emelik ezt a zenei tudásukat, ezt a karizmájukat, amivel a Jóisten megajándékozta őket. Csodálatos dolog így hallgatni akár az énekeket is, a kis gyerekeket, mint az angyalok, mint hogyha ott lettünk volna a mennyben. Úgy szólalt meg. Igen. Szent István az első, ugye, szent családnak a feje, és nemzetünknek is, népünknek is mondhatjuk így, hogy atya. Sápolnunk kell ezen a mai napon éppen ezért az ő személyének a tiszteletét, kiemelve az ő mély hitét, elköteleződését, a római katolikus hit, vallás, egyház iránt. És ezért mondhatjuk az államszervező mi volt a vagy tevékenysége mellett, hogy ő egyház szervező is volt. Nagy gonddal látott neki az egyházmegyék kialakításához is. Az esztergomi érsekség mellett, amit persze legfőbb központtá, Magyarország prímási székhelyévé tett, megalapította a kalocsai érsekséget és még további 8 egyházmegyét. Törvényt hoz. Többek között templomok építéséről tudjuk, minden 10 falunak kellett egy kőtemplomot építenie. Aztán a vasárnap megtartásáról is rendelkezik, egyházi személyek ellátásáról. Ismert fiához, Imre herceghez írt intelme, amelyben ezt olvassuk, melyben megint csak kiemeli a hitnek, kiemeli az egyháznak, a főpapságnak is a helyét. Mivel királyi méltóságra csakis hívők és a katolikus hittől áthatott személyek emelkedhetnek, ezért parancsaink között a szent hitet tesszük az első helyre. A királyi palotában a hit után az egyházi a második hely, mivel az egyház magvait elsőként a mi Urunk Krisztus vetette el. A főpapok rendje ékessége a királyi trónnak, ezért a királyi méltóságban a harmadik hely a főpapoké, kedves fiam. Ők legyenek tanácsadóid, és úgy vigyázz rájuk, mint a szemed fényére.